mert a földrengés semmi kárt nem tudott benne csinálni, csak egy másik helyet azt bontották el, azért, hogy a másik megmaradhasson. A kultúrház. A kultúrház. Az, az, abból azt csináljanak. És az hasonlatos őrület, mint ami most is itt zajlik, de talán az volt minden idők legnagyobb őrülete Balatonkenesen a kultúrház elvontása. És ugye is voltak, mert akkor még nem volt sportcsarnok, meg mit tudom. És azokat, hogy el tudják takarni ilyen színházi előadások, vagy egyéb műsorok között, hogy műsorokra függönyt tettek, és sárga függönyt. És a soha nem felejtem el a Hofira, nem voltam én nagy Hofi rajongó, most már jobban tisztelem. Belépett a színpadra, ugye hát hatalmas taps, hát azért egy Hofi itt, és én meg mit tudom én, és így körbenéz, és megszólal, már itt vannak. Tehát ki a jóisten van itt, ugye mindenki. Először azt hitte a közönség, hogy ő. Hát emberek, nem értik. Hát miért nem szóltak? Már itt vannak. És akkor valaki van bátortanul megkérdezte, kik? Hát a kínaiak. Hát itt minden sárga. Hát tudod, ilyen sárga fükönnyel takarták. De ott 5 perc kellett, mire aztán leesett ugye mindenkinek, meg ő kimondta. Igen. Hát nem szóltak emberek, már itt vannak. Mint ha megérezte volna, hogy mi lesz a vége. Igen, óriási volt. Szóval tényleg Balatonkenesére eljött Hofi Géza. Eljött Hofi Géza, igen. És olyan poénokat küldt, annyira jó volt, és így utólag visszagondolva, mintha egy időjós lett volna az az ember. Ja, igen. Mert nagyon sok olyan mondása maradt fenn, illetve kabaréja maradt fenn, amiből a ma embere is tanulhat. Hát biztos, hogy mert ez volt az, a kabaré, amiből lehetett ám tanulni. Ezek a stand-upok, hogy... De mondtad, hogy a gyógyszerészekkel kapcsolatban, hogy hát az ugye, hát az tulajdonképpen a 90% a méreg. Ráadásul. Az jutott eszembe a Hofiról, hogy hát én jártam ilyen helyekre is, mint vadbiológus, mint Kaszópuszta, meg Kaphegy. Igen. És Kaphegyen voltam egyszer ilyen 2 napot, 3 napot, mert havonta mentem vizsgálni lőtt vadat, szarvas disznót, és Hofi is ott volt, ugyanabban az időben. És az ebédlő, földszinti nagyterem, és annak volt egy ilyen bárpult része. És akkor csak 2 voltunk egyébként vendégek, és ott a bárpult sarkán odarakta a gyógyszert. Egy ekkora kis szekrény volt, abban vagy 30 fiók. Ennyiféle gyógyszert szedett. Ilyen volt, hát ilyen nem volt kicsi ember egyébként. Tehát biztos, igen, hogy nem. De hogy kinézett szegény, és ott volt az, volt, ami felve. Hát a szíve volt, hát minden. Na de hát 15-20 vagy 30 féle gyógyszer volt abban a fiókban. Hát az nem igaz, hogy ezekkel meg lehet oldani valamit. Hát szerintem el is vitte ez a fajta hozzáállás, amit ugye úgymond korszerű orvoslásnak. Pedig aztán adott az orvosoknak is a Bolondok házában, meg az egyebekbe. Hát jó, tehát, és ő olyan kritikákat mondott már akkor, hogy senki nem értette. Ja. Egyszerűen ugye elterjedt róla, hogy együtt vadászik Kádárral, meg mit tudom én. Mi úgy is ez, volt? Nekem ez úgy tűnt, mint egy udvari bolond. Ugye az udvari bolond az mindig megmondhatta az igazságot. Hát nem, benne. Annak idején a király okosabbak voltak, mint maga az uralkodó. Ezt kell mondani. Így volt. És ő bizony megmondta. Elnéztek. Megtehette, elnéztek. Igen. Mondták, hogy... Mellette, hogy... És ő bizony... Ki lehet engedni a gőzt. Így van. Udvari bolondság, vagy bármi ellenére... Az udvari bolond volt a legműveltebb, legokosabb. Most az okos szót használom. És tehetséges volt. Hát igen, igen, és ő se így kezdte végül is, csak belekapcsolódott az egészbe. Na most gondolj arra, hogy a Pesti vicc, hol van már a Pesti vicc?
ami 20-30-50 azokról nem is beszélt, persze, az volt az igazi. Az már nincs. Egy jó pesti viccet, én nem tudom mikor hallottam, jó valamit itt ott, de az is lehet, hogy már 30 éves, amit mondjuk egy kicsit igen, ami esetleg közszájom maradt, vagy kicsit átszétek. Hát az naponta született tucatjával, vagy százával, és zseniálisak voltak. Mert Hófi azt akkor kibonta, ami nekem nagyon tetszett, hogyha, amit mondtam is ma már, hogyha a szarbó trágya lesz, na, akkor igen, mindjárt kocsival szállítják. De ez emlékezetes. Szóval azért mondom, hogy igen. Szóval majdnem csak azt mondom, hogy vele együtt ez a magas színvonalú kritika, ez elveszett. Most megy az üres duba, mások rovására, meg mit tudom én, mert hát valamiből meg kell élni, mégis kényelmesebb, mint tenni az asztalra. De most hogy mit jelent? Olyan nagy divat színésznek lenni, én nem tudom, hogy... Thank you.